mult vision, or regi sepide, amikor együtt éltünk, én és ő. Keresett jól, megéltünk könnyedén, eltartott ő, és oltalmaztam én. Van, aki így él, de másképp is lehet. Csak hogyha a vendéget, csak akkor keltem fel, és engem küldtek mindig vacsoráért el. A pénzt azt megköszöntem százszor is, ha jó volt, jöjjön uram másodszor is. Gyönyörű volt, de sajnos elmúlt rég, mikor a bordélyházban éltünk még. Jó estét, szervusztok! Gábor Miklós 4, ez a negyedik esténk. Egy pillanat. Ebben a szalomban már körülbelül 25 vendégem volt az elmúlt időszakban. Színészek, rendezők, írók, mindazok, akiknek valamilyen formában kapcsolatuk volt Gábor Miklóssal, szerették, tisztelték. Nagyon nagy dolog, hogy ez a 100 éves centenárium. És úgy éreztem, hogy jó lenne, hogyha ilyen kis szalonszerűen barátok összejönnénk és beszélnénk róla. Mert ugye valaki addig van, amíg emlékeznek rá, és amit beszélünk. Mai vendégeim nagyon érdekesen jöttek össze. Mindig bizonytalan, és azért szoktam azt mondani, hogy meglepetés vendége, mert az utolsó pillanatig nem biztos, hogy összejönne. És mindig közbe jött valami. De például valami baleset. Ugye ma többféle baleset is lett volna, és úgy nézett ki, hogy esetleg nem tud itt lenni Timár Éva, de el tudott jönni. De nekem is volt közben ugyanmal inszalagszakadás, mert megoldottuk, majd összenő. Itt lenne esetleg Békés Itala is, de ő is vele is mindenfélék vannak, mert még próbál 90 évesen, és mondta, hogy hát bizony annyira elpárol, és hát esti próbái vannak, direkt őhoz alkalmazkodnak, de nem tudja lemondani az esti próbát, de még az lehet, hogy befut valamikor. Szóval a résztvevők, én mindig valamilyen módon megpróbálok készülni, hogy legyen bejátszás, legyen valami mutatható, hallgatható részlet, és de hát a sorrendet meg mindig az adja, hogy végül is hogy is. Tehát egy picit lápullár, egy picit alkalmazkodok ahhoz, ami éppen van. És nem is szeretném azt se, ha mindig ismétlésre mennék, hiszen van, aki már több alkalommal is eljön, és részt veszedem az esten, és azért azt se akarom, hogy na hát, itt már ezt már láttam, mert mindig valami újjal is készül. Szeretett barátaimról van szó, és nem tudok nem elfogult lenni, ezt előre is mondom, mert nekem nem tisztem az, hogy én őket minősítsem. Akár mint színészeket sem, mint írót. Én része voltam az életüknek, barát voltam, és nagyon szerettem őket, és elfogult vagyok maximálisan. És azzal együtt, hogy nem mindig és mindenben értettem velük együtt, és nagyon sokszor voltak mintáink. De meghatározták valahol a pályámat. Nagyon sokat kaptam tőlük, és most már muszáj egy kicsit
többes számba beszélnem, hisz amikor elkezdtük ezt az S-sorozatot, akkor a Vaséva még itt. És ő ennek nagyon örült, és nagyon szeretett volna is, és terveztük, hogy ha jobban lesz, akkor az egyik este ő is itt lesz. De sajnos már a második este már nem élt. 1987, most szeretnék egy picit ebbe az évszámba belekapaszkodni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, 1986-87, akkor a Miklós hosszú ideig volt kórházban. Nehéz volt, mert abban az évben volt meg Rutkai Éva, egy emelettől fölötte. Ebben az évben 86. Aztán kijön a kórházból, vissza kell venni a szerepeit. Hosszú ideig ottan tud csak járni, vissza kell találnia az életbe. Akkor félt visszavenni szerepeket, pedig olyan nagy sikere volt akkor az olimpiába, akkor játszotta a Shylockot, és ezeket vissza kellett venni, ezeket a szerepeket. Hosszú a felvezető, bocsánat. Miért mondom? Mert az egyik vendégem, aki itt van, ebben az időszakban, amikor ő éppen visszaveszik, és először játszik az olimpiát újra, akkor az egy nagyon nagy dolog volt a nemzetiben. Eljöttek a barátok, a család, Juli, nagymama ott van, és a Miklósnak volt egy vágya, mindig volt egy vágya, és akkor a Békés Bandi fölajánlotta, hogy az ő osztályában a Miklós egy fél évet taníthatna. Ilyen szemeszterként bejárhatna órákra. Félt a tanítástól, már nem ment, de borzasztóan izgatta, és nagyon szeretett volna, mindig szeretett volna. És hát ott voltam azon a napon, egy kis kézi kamerával, akkor még nagyon nem is tudtam kezelni, ez majd meglátszik a felvételem. Tehát 86, és bejátszunk most az olimpia előadásból egy jelenetet, amiben lehet látni az Évát is, és Miklós, és aztán jön az a kis összeállítás, amikor a Fűr Anikó bejön az osztályba, és Anikó most itt van. És hanyad évesek voltatok? Hát azt hiszem másodéves. Másodévesek, és ott van a Barbara, de ott az osztály, és ahogy bejöttök, és ott fogjátok látni a Békés Bandi, a Vámos Laci, a nagymamán, a Juli, és hát egy kis időutazásba fogunk most részt, és ezt a pillanatot, ami akkor egy nagyon nagy dolog volt nekünk, hogy a Miklós újra visszavette a szerepét Szabó Sándortól. Jó? Köszönöm szépen akkor a villanyoltást, és az olimpiából először egy részlet, majd az a bizonyos két lejátszásunk lesz. Azt mondod, hogy egyem? Igen. Akkor eszem. Egy kis sonkát? Aztán ki van zárva. Sonkát? Reggel? Nem vagyok egy vad. Őrül! Oly jó, papa, egyél. Ha olyan jó, add ide. Majd később megyek küldeni. De saláta nélkül. Salátával? Salátával. Ezt az egy napot ki akarom használni. Kétszer fogok küldeni. Egyszer fogok küldeni. Most délelőtt. Kezdve egy csókolom. Higgyétek el, nincs kolosszálisabb ütülés egy tábornok számára, mint a mások parancsolnak neki. Én így pihenem ki magam ennél a két angyalnál ottan a sok fárasztó parancsolástól. Csak ne féljetek, édeseim! Parancsoljatok parancsolni!
Különös, hogy abban is van valami kritizálni való, hogy az ember az ágyban reggelizik. Kicsoda kritizálta? Majd hagyjátok ezt, kérlek. Fülök tiszteletére rendezitek ezt a veszekedést? Lina nem változik. Ilyen volt 20 éves korában is. Ezt köszönöm. Látod, épp az előbb mondtam, hogy te sem változtál ifjú korod óta. Lina, ne légy érzéki. Rendeltél fürdő kabin? Ez a kabin most arra való, hogy az érzéki társadást más irányba térítse? Igen. Rendeltél kabin? Nem, nem is rendelek. Ha én oda megyek, legyen kabin, csak nem állok oda előjegyeztetni. Akkor nem kap. Tehát odaállok előjegyeztetni. Majd oda sétálunk Albertel. Asszonyokra mindig hallgatni kell. Kevés kompotot kérek. Kitűnő. Sok kompotot kérek. Ó, Fülöp, hogy tudsz te meglenni nélkül a két asszony nélkül csak egy napig is? Tudod, hogy? Sehogy. Thank you.
persze megengedi egy schnitzel. Az Éva. Nem akart megnézni, hogy bontják a színpadot, az érdeket. Hogy ne lehetne? Kit keresel? Kívánok a Békés tanár úr osztálya nevében nagyon sok sikert. És a maguk azok, akik... Igen. Majd a sorsod a kerge. Csak majd kell, és nagyon szeretnénk. Hát én is szeretnék, mert valami őszintén ez csak hazul. Csak ezen a szakaszon múlik. Ezen a szakaszon múlik, hogy mikor és hogyan, de... Meg a jó Istenen, hát valahogy a jó Isten segít, akkor ott leszek. Nézem magukat, ennél, hogy minket fog ki magukról gondolni. Amikor már egyéb dolgozunk, már ismerős arcok lesznek. Mindestől nagyon köszönöm. Nem vetted észre. A végig, nem viccelj. Komolyan? Hát persze, és még most fogjátok majd látni belőle. Gyere, drága! Na menj, Zeus! Gyere, nagyon-nagyon strong vagy. Te is nagyon stram vagy, és szép vagy. Aki beszél, ez egy, mint egy mikrofon, ez a Miklós pipája. Mindig annál lehet a pipa, aki beszél. Ez történelmi. Hát ez nagyon érdekes volt. Saját magát az embernek úttörőként látni. Nagyon érdekes, hogy vagy nagyon sajnálom, hogy ebből végül is nem lett semmi. Mert mi azt hiszem, hogy ez nem tudom, hogy dátum szerint mikor volt. Te sem emlékszel, Júli, hogy egy Judit, hogy mikor volt? Igen, hát ez 86, de hogy 87, mert 87-ben lett volna már az előadás, szóval akkor tanított volna. Fél évben tanított volna nálunk, és végül is ez sajnos nem került rá sor. Végülis Garas Dezső volt, aki nálunk a tanított, legalábbis aki minket tanított egy fél évig. De ez nagyon érdekes, mert például erre a pillanat egyáltalán nem emlékszem. Csak
az érzéseim nyomán tudom visszakeresni azt, hogy, hogy mennyire, mennyire sokat jelenthetett nekünk akkor is ott ez, hogy mi vele találkozhattunk. Így, így mondom, annak az ígéretével, hogy valóban valami igazi, mélységes közünk lehet hozzá, egy fél évig együtt dolgozhatunk. Ő szerette volna, emlékszem, hogy arról beszélt, mert ugye keresgetett már anyagokat, ő már ott a kórházban is erre készült, és akkor arról ő mesélt, hogy hát ugye egyrészt, ami őt foglalkoztatta, és akkor már terve volt véve, hogy a TASZ-ot újra megrendezi majd, akkor részben az, hogy abból szeretett volna kis próbákat veled. A másik, ami őt nagyon izgatta, hogy ő látta annó a Rusznak a Rómeó és Júliát, és ez emiatt a Rómeó és Júliát szerette volna az osztállyal csinálni. Erről tudó, és hát erről azért ő többször beszélt, hogy neki ugyanis ez valóban egy fájdalma volt, hogy ő nem taníthatott, és akkor nagyon megőrült a társaságnak, és akkor ebben az időszakban, hát ez egy hosszú, több mint fél év volt ez a ágyhoz kötöttség, meg akkor már egész nyáron nem is tudott a feladatóra semmi, tehát a betegség túl hosszú. Bocsánat, én visszakérdezek, hogy és miért nem taníthatott? Tehát, hogy mi volt ennek az oka? Hát ő... Még amielőtt ő az ő egészsége meg kicsit megcsuklott volna. Hát ugye erről többen beszélt. Tehát ezt igazán ő se tudta, neki a Békés Vandi akkor azt mondta, és, hogy őt az acél miatt nem taníthatott, és tulajdonképpen ez őt nagyon bántotta, és hát maga Békés is azt mondta, hogy ő úgy ment oda akkor a tanári karhoz, hogy neki puhítania kellett az Ádámottot, meg a... De a Vámos is közben járt az ő érdekébe, hogy ő, és akkor úgy megnyíltak, meg már megenyültek, és ezt valahol azért ő az, ezen azért ő egy kicsit meg volt sértve, hogy, teljes joggal. Hogy így vették. Teljes joggal. Ezt egyébként később a Koltai Tamás ugye írt a könyvében is erről, ami megjelent, és akkor is leírta, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon nagy vesztesége volt a színházi szakmának, el lehet mondani, mert azért, amikor a Miklós akár a Független színpadon, de bekerült úgy, pláne ott a, meg Kecskeméten, meg a, és a fiatalok vették körül, azért mind elmondják, hogy mennyit kaptak és mennyit tanultak tőle. És ez milyen bámulatos, hogy valaki így mer nyitni, tehát hogy soha nem a... Én ezzel mindig elcsodálkozom, és igazából ez valamiféle emberi kvalitásnak is, és művészi kvalitásnak is egy fokmérője legalábbis. Azt hiszem, hogy aki nem akar biztosra menni, és mindig valami új impulzust keres, és kielégítetlen, és elégedetlen, és ebben a Ruszféle társulatban, ugye a Független színpadra, hát hol volt az a művelődési háza? Hát az a Fekete lyuk. Hát valahol az operenciás tengeren túl, hogy a Szépen akarom szóvélni, valahogyában is lehet ezt mondani, de hogy volt annyi alázat az ő pályája, miensége és Gábor Miklóssága mellett, hogy ő beállt ebbe a csapatba teljes odaadással, alázattal egy csak azért, hogy ő egy új közegben magát próbálja, és egyáltalán, hogy ő ezt a fajta létezési, színészi létezési formát kipróbálja. Szóval ez az én szememben, hát mondjuk ez nem egy etalon, csak mondom, ha már én ülök itt, tehát hogy ez számomra egy csodálatos, rendszerű dolog, amikor az ember így mer a nem bevált dolgokba. Hát azt mondja a Gábor Miklós, hogy itt egy helyen mondta, hogy a színész állandóan váltogatja a szerepeit. Oly módon, hogy minden szerepe beívódik a pólusaiba.
Ennek az a haszna, hogy szerepébe nehezebben merevedik bele, mert tudja, hogy amit játszik, az szerep. Aztán azt is mondja, hogy keresnem kell magamban azt, ami nem szerep, ami állandó, amit nem vetkőzhetek le, mert nincs hozzá hatalmam. És itt egy picit muszáj ezt mondanom, hogy itt a színész Gábor Miklós és az író Gábor Miklós is megjelenik. Egyébként ő, neki akkor lesz unalmas a színház, és a Madách Színházban ő akkor kezdi rosszul érezni magát, amikor úgy érzi, hogy ő annyira ki lett valahol használva, futtatva, hogy már nem igazán gondolkoznak benne. Na most ez az ő színésznek a hiúsága természetesen. De akkor ő úgy érezte, hogy a Madách Színházban már nem rákeresik a szerepet, már nem neki keresik, nem azt nézik, hogy ő mit játszon. Ugyanakkor nem igen rendezhetett egyet, de azért annyira nem rendezhetett. És egyszer csak jön valaki, a Rusz Jóska, aki elkezd benne gondolkodni, és meghívja Kecskemétre, hogy ott játszon. És ugye először csak vendég ott, és aztán meg és utána, és akkor miért, és egyszer csak úgy dönt, hogy elmegy, de miért megy el? Hogy ez sose... Tehát azért megy el, mert ő elment volna egy év fizetés nélküli szabadságra, de nem adták meg neki, akkor felmondott. És az egy nagyon emlékezetes nap, ez egy érdekes dolog. Erről mindig elmesélték, hogy az a nap, amikor aláírták, bontották a szerződést, és kiléptek a Madách Színházban, akkor vetítette, abban az időszakban ment a Színvád moziba, vetítették. És elmentek megnézni a színpadot, de előtte valahol ebédeltek. És utána elmentek, megnézték a színpadot, és ugye ott volt a nagy, ugye? Így volt, ugye? És ott volt ugye a leves, a jelenet, ugye, amikor ették, és akkor utána újra olyan éhesek lettek, és akkor ugye együtt megint elmentek, és azt megünnepelték, ugye, azt a pillanat. De micsoda kor volt ez, hogy hány százszor játszotta ő a Hamletet a Madách-szín? És hogy a madácsos koromból tudom, mert ott azért eltöltöttem egy 10 évet, hogy az olyan 800 férőhelyes a nagy színpad. És nem tudom elképzelni, hogy manapság 300-800 embert a Hamlet című előadásra le lehetne ültetni. Fenyő Ervin leírta... Lehet, hogy nekem nincs igazom, ne legyen igazom. Hogy a Blaha Lujza térig álltak sorba, amikor már meghirdették, hogy abban a hónapban, tehát hogy mit tudom én, novemberben mikor lesznek a Hamlet előadások, hogy odaig állt a sor. Most a Mamma Mia-ra áll a sor, hát várjál. Zenével a Hamlet is elmenne. Nem fogja megúszni azt se nyugi, semmi nem úszza meg. Az is majd megjön, az is majd. Nem kell sietni. Így van, igen. Szóval micsoda kor volt az, amikor a kígyózó sorok a Hamletnek. Hogy? Mit tessék? Igen, és akkor én szeretnék mutatni valamit, mert hoztam rekvizitumot. Nézd meg! Olvasd el! Szemüveg van rajtad, és te elvizsd. Várjál, nem, attól függ, melyik tárcig. Eljött ez a kor. Nézzétek? Ez egy premier ajándék. Hol vagy? Itt. Na várjál, nem tudom. Mi van ide írva? Hát azt hiszed, hogy én ezt láttam, hogy bocsánat. Egy másik személy is kell, addig a létszés. Ez nagyon erős. Nem baj, nem baj, csak kettő, együtt, tíz év. Ez a példa fél. Így, így, várja. 1962. Ki? Azt hiszem, az biztos. Biztos? Mert ez egy személyes szóló, már a megszólítás is. Kicsi virágom. Oféliám, forró, sikert kíván, szerető atyád, Polonius. És ki volt Polonius? 962, Atya Úristen első 14-e. Januárban volt a bemutató. Ezt csinált a Pécsi Sándor. Köszönöm, elképesztő. Hogy
Ez 60-ban, amikor aztán már nem játszák, és nem játszották, akkor ő lepréselte a szín, és akkor ezt így üvegbe látott, és ez úgy volt rajta a szobáink alatt. Igen, ott itt ott a Ofélia. Ez pedig egy régi, akkor, mikor a, már nem tudom én, anyag szólt, bocsánat, itt mindenem fogok itt taposni, nem tudom, hogy ez. Akkor a Madách Színház, miután ugye évekig játszották, és elérték a harmadik előadást, akkor kiadtak egy füzetet a Hamletról, hogy az összes, mert ugye voltak szerepek, amiket mindig más többen játszottak, tehát ugye a Gertrude, a, ugye, akkor volt a mesenyő, igen. És akkor kiadták a füzetet, és a benne szereplőkkel interjú készült. Tehát készült a Miklóssal, készült a Évával, Pécsi Sanyival, hogy milyen volt nekik, mit tudom én már a századik, azt nem tudom, a századik előadás után kiadták ezt a kis füzetet a színház. És a Fénel Tamás képeiből is például kiadtak egy lefolyárót, hogy ki lehessen tenni a akkor még ilyeneket raktunk ki a szobánk falára. Meg hogy ilyen képeket lehetett kapni a trafikba, ugye a színészekről. Még akkor ott árulták a... Köszönöm a szemedet. No. Hát nagyon szépen köszönöm, hát, hogy... Én köszönöm, hogy itt lehet. Kérsz majd ebből a felvételből egy darabot? Hát ha lehetséges, akkor... Akkor átfogom neked. Köszönöm szépen. Igyessen, Pipa. Köszönöm. Ide letettem. Köszönöm szépen. Ki vagyok Pipálva? Ki vagy Pipálva, de még maradjál, azért nem menjen. Olyan meghatott voltál, olyan éveknek. Tehát megálltanak volt. Persze. Ez ki gondolta volna, hogy ez a felvétel az egyszer... Ott reszkedtünk. Emlékszem, hogy az a kamera, amivel itt voltam a tévének, volt egyetlen egy ilyen 8 mm-es, akkor ezek még ilyen kis kazetták voltak, amire én ezt fölvettem. Ja, és nagyon rossz minőségű hangja, hogy én egyáltalán is tudtam még kezelni. Úgyhogy hát ez ilyen abban az időben még egy nem volt neki. És akkor én most engedelmetekkel bocsánatot kérek. El nem is azt mondtuk, hogy ez nem az nem is kifejezés, csak előre, mert... El kell, most távoznom kell, de lélekben és én köszönöm a megkívást. Kapcsoljuk meg! Jaj, hát aztán! Gábor Mikor kellett a további szép estét! Köszönöm szépen! Sanyita! A Miklósnak a kalandozásai nem csak abból álltak, mert nagy kalandozott, és szeretett, örült annak, hogyha valahova hívták, és máshol játszhatott, mert nem mindig ugyanazokkal a színészekkel tudott együtt. És azért egy párszor megfürdőzhetett más színházba, más közegbe, más partnerekkel. Ilyen volt például a Víg Színházba, amikor a Kagarci rendezte a Bernard Gyűlöt, és itt van Sanyika, Lukács Sándor, aki partnere volt. Három kis jelenetet is kimontíroztam. Egyébként ezek mindenkitől elnézést kérek, de miután ez egy ilyen amatőr kis szalonest, én mindig a meglévő anyagokból, most például hát ugye a Gábor Miklós videótékájából, a saját videótárából találtam meg ott kazettán a Bernardi ügyet, és abból így ki tudtuk.
Hát amikor a tévéből föl tudtuk valamit venni, ugye azok a szalagon megvannak, és akkor abból szedtünk ki részleteket. Átadom, de szép. Próbáljuk meg megfelidézni. Egy kicsit beszélni előtt egy részletet bejátszani. Vagy kezdjük vetítéssel? Kezdjük vetítéssel, mert az, ahogy mondok, hogy gyere, vagy maradj ott, és utána gyere is. Mi ez már megint? Ő excellenciája, személyesen? Igen. Kérdezem. Excellenciás uram? De rég nem találkoztunk már, Bernardi. Hát csak néhány napja az orvosi kamarában. Úgy értem, hogy így, személyesen. Hát igen. Nem ülnél le? Köszönöm. Nem is csodálkozol, hogy itt látsz? Számomra kellemes meglepetés. Mindjárt kihasználom az alkalmat, de szerencsét kívánjak neked új méltóságot. Méltóság? Tudod, hogy nem annak fogom fel. Mindamellett különös elégtétellel tölt el az elismerésed. De persze egy gondolatod nem azért jöttem, hogy személyesen zsebeljem be a szerencsét. Nyilván nem. Nos, kedves Bernardim, neked talán mondanom se kell. Nem arra való nekem ez a tárca, hogy én megpihenjek a babérjaimon. Ellenkezőleg. Nagyon is ki akarom használni az alig, hanem kurtára szabott hivatali időben. Nem, nem. Nekem stábra van szükségem. Egy önkéntes vezérkarra és önálló gondolkodású, előítélet nélküli emberekre. És most azért ülök itt, kedves Bernardim, hogy megkérdezzelek, számíthatok-e rá? Lennél szíves egy kicsit precízebben fogalmazni? Még ennél is precízebben? Föl voltam készülve rá, hogy merebb fogadtatásra találom. Szó sincs róla, én csak szeretném, hogy kicsit pontosabban fejednék ki magad ebbére. Mégiscsak tudnom kell, hogy mivel kívánod a közreműködésemet. A orvosképzés, a közegészségügy, esetleg a népművelés területén. Nem tudom, nem felejtettem ki valamit? Te teljesen a régi maradtál, Bernardi. Talán még van köztünk valami tisztázatlan? Bár valójában fogalmam sincs, hogy mi lehet az. Hát majd én megmondom neked, kedves Flint. Egy ifjúkori barátság, és amivé lett. Lehetséges, hogy te még mindig haragszol rám? Nem haragszom, csak jó az emlékezetem. Hát ez hiba is lehet. A jó emlékezet meggátolhat az új körülmények világos felismerésében. Hát én azt hittem, hogy rég elástuk a csatabárdot, és elfelejtettük a küzdelem éveit. Küzdelem, nemes kifejezés, nemtelen cselekedet. Bernardi. Bizony, drága barátom, semmi szép nem volt abban, és én hűtlenségnek érezném a saját múltammal szemben, csak úgy könnyedén eltekintenék tőle. Hogy micsoda fegyverekkel harcoltatok ki ellenünk, gyerek a többiek. Hogy miféle eszközökkel próbáltatok aláakázni a mi fiatal vállalkozásunkat. Rágalmaztatok, gyanúsítottatok, üldöztetek. Kedves Bernard, bizonyos értelemben mindez ma is fönnáll. A vállalkozásotok kevésbé pozitív oldalait a humanitárius és a tudományos téren elért eredményeitekkel közben ki nem egyenlítettétek volna. Na de hát ezt beláttuk, mindenek előtt is én, kedves Bernard. És meg is változtattuk a magatartásunkat, és hidd el, hogy ma nincs nálam jobb barátja az Erzsébet gyógyintézetnek, mint ahogy a küzdelem idején sem személyes motívumok vezettek, egyedül a meggyőződés. Meggyőződés. Igen, amikor a küzdelem elmérgesedik, akkor mindenki ezzel vigasztalja magát. Bocsáss meg, Bernardi. Mindannyiunknak megvannak a hibái, neked is, meg nekem is. Na de egyet azért biztosan elmondhatok magamról. Soha semmit sem mondtam, vagy cselekedtem a meggyőződésem ellenére. Biztos vagy ebben? Bernardi. Na csak gondolkozz el egy kicsit alaposabban is. Nézd, lehet, hogy tévedtem párszor, mint mindjárt. Na de hogy a meggyőződésem ellenére, hát ez kizárt dolog. Na én pedig tudok egy konkrét esetet, amikor te bizonyított volna a meggyőződésed ellenére cselekedtél, és emiatt meghalt egy ember. Hát ez azért már egy kicsit erős. Ezt kérem, hogy fejtsd ki. Ezt fejtsd ki. Kérlek. Még Rappenweiler asszisztensei voltunk mindketten. Feküdött a klinikán egy fiatal ember. Még most is előttem az arca, a nevére is emlékszem. Engelbert Wagner. Egy szegény napidíjas alkalmazott. Mi félre ismertük a betegségét.
hamis diagnózist állapítottunk meg. A főnök is és mi valamennyire. A boncolásnál kiderült, hogy másfajta antiluetikus kezeléssel még megmentettük volna. És amikor ott álltunk a boncteremben valamennyire, akkor te odasugtad nekem. Én tudtam. Emlékszel? Te tudtad, hogy mi a baja a betegnek? Egyedül én tudtam. Igen, egyedül te. De gondosan titkoltad, amíg a beteg élt, és hogy miért nem szóltál, ez egy olyan kérdés, amelyre egyedül te ismered a választ. Egy biztos, hogy nem meggyőződésből hallgattál. Kis villanyt kérünk. Hát... Sanyikám, gyere! Jó, hogy beszél? Hát igen, szóval segítek. A Miklósnak ez egy nagyon nehéz darab volt, nagyon, szövegileg nagyon sok volt, és nagyon kínlódott vele, és az utolsó pillanatig bajban volt, és érezte, hogy a Víg Színház is aggódik, hogy a premierre szövegileg rendben lesz-e. De ő mindig olyan volt, akinek mindig tudta, mit játszik, tehát pillanatok alatt tudott improvizálni, csak éppen nem biztos, hogy azt a szöveget mondta fel végszónak, amitől mondjuk a partner akkor reszk. Ja, mert itt hagyd szóljak közben, és ezt most nem csak azért mondom, mert tudom, hogy most az ő emlékére ülünk, nem tudom hányszor, több mint 50-szer játszottuk azért ezt a darabot is, nem egy könnyű kis művecske, és én volt még ezen kívül még vagy két nagy jelenetünk, soha egyetlen egyszer nem éreztem azt rajta, hogy ő úgynevezett szövegzűrbe került volna. Annak ellenére, hogy pontosan tudtuk, hogy mennyit kínlódott, szenvedett ezt a hatalmas anyagot, ugye abban a korban, levenni, megtanulni egy új helyen, új környezetben, új partnerekkel, nem kis teljesítmény volt tőle, és azt hiszem, hogy a betegség hát ő itt már 91, úgyhogy... Tehát a lába fájt már akkor, azt tudom, de hát, hogy is mondjam csak, szóval ugye mondják, hogy a intellektuális színészekre például Gábor, intellektuális színész, hát ez... Szóval neki, ő olyan volt, mint egy gyerek sokszor, ahogy nevetett, ahogy a legkostobább favica is. Hahotázni tudott, és ki lehetett billenteni egy kedves baromsággal. De ő, neki nem kellett civilben, vagy egyetlen intellektuális eljátszani, mert sugárzott. Tehát az agya úgy járt neki, hogy csak, na, félelmetes kultúrája volt, félelmetes műveltsége, felkészültsége, emberismerete, és öniróniája, ahogy visszatudott a korra nézni, ahogy az 50-es évekre is visszatudott igen nézni, ahogy, és erről még beszélt is barátainak, vagy legalábbis olyanoknak, akik megszeretett és közelebb kerültek hozzá. Azt a humorral átszőtt öniróniát, azt a bölcsességet nagyon kevés embernél tapasztaltam nála. És hát ebben ugye ebben a Schwitzler drámában az volt a számomra az őrületes nagy feladat, hogy ugye itt a darab szerint mi egy korosztály vagyunk, hát ugye együtt fiatalod, stb. És hát Miklós a apám lehetett volna, tehát próbáltam egy kicsit pár centivel fölnőni hozzá, és hát emlékszem, hogy mennyire segített, és mondta, hogy ne törődj azzal, hogy na törődj azzal, hogy imányba te, hallj a fém, hány a fenébe, na törődj, vagy időn, hát én a fiatal. Nagyon, nagyon édes volt, és biztatott, hogy... És aztán nem is törődtem vele egy idő után, és tényleg, ahogy fölszikrázottam, hogy haladtunk a jelenetben előre, tényleg egy Elysiumban csodálatosan éreztem magam vele. Tehát az egy ünnep volt nekem, hogy én este vele játszhattam.
Hát ezt megértem, szerintem. És azért a figyelve a darabot, ugye ez nem egy gömnyű darab, és 91, ugye a rendszerváltás után vagyunk. 2 évvel, és nagyon friss még minden, és itt van egy olyan téma, amit most végig is néztem, mikor így még más jeleneteket is megnéztünk az elején a Gézával, meg a Gézával is a jelenete, meg minden. És hogy itt ugye a politika, és itt az orvostudomány és a politika, hogy kapcsolódik, milyen aktualitása van, őrületes egyébként, hogy olyan, mintha megjósolta volna azt, ami most, amiben nyakig vagyunk, látod, igen, és amiben nyakig vagyunk, és mindent úgy érezzük, hogy minden tátsző és megfolyt, és a szakmákat is, hogy ezt a Miklós, aki ezt meg, ő meg egy picit még előrelátó is volt, tehát ő nagyon érezte azt, hogy, és az is, hát legalábbis írt erről a naplójába, hogy neki ez okozott gondot, hogy semmit nem szeretett, hogyha napúj aktualitása van. Tehát, hogy azért el legyen ember, akkor igen, minden direkt ellen volt, minden direkt ellen volt, még akkor is, ha ő úgy tudott adni egy instrukciót, vagy azt mondta, hogy ezt most neked úgy kell mondani, mintha egy politikus lennél, vagy neki megvolt a maga véleménye erről az egészről, és de nagyon-nagyon szerette az, hogy fiatalok között van. Tehát arról beszélt, hogy... Ő eleve egy fiatal lélek hát, volt. Tehát, hát ugye voltak olyan partnerek, a Méhes Laci, hát egész kölykök voltak, akkor kezdték el a pályán. Gyermeklelkű bölcs volt, nagy bölcs intellektus, de gyermeklelkű. Azt mondtad, hogy neked sem. Valami van a tarsi ülve. Ja, igen. Hoztál igen. Valamit, ami... tudjuk, hogy a Sanyi költő. Igen, hát egy olyan ugye élmény volt vele dolgozni, hogy született egy vers ebből az együtt létből, ebből a munkából, a darabról. Egy rövid kis vers, akkor engedjétek meg, hogy ezt elolvassam. Az a címe, hogy professzor Bernardi elképzelt sorai a második tárgyalás után. Gábor Miklós emlékének. Nem hittem, hogy túlélek ennyi becstelenséget. Mint ahogy az sem, hogy ilyen messzire dobta magától a földet az Isten. Ha felfaltuk már a gyönyöröket, és maguktól omlanak össze a birodalmak, mint a sineken átugró vonatrablók, visszakacsintunk még az áldozatokra. De egyetlen vérző homlok fölött sem időzel szemünk, egyetlen kitakart seb sem késztet arra, hogy bekötözzük. S még várjuk majd újra a vádat, hogy végre világosság lesz bennünk és köröttünk, valaki földíszíteti a mogorva monstermeket, és ünnepélyesen szemünkbe vágja. Nem, uraim, rosszul képzelitek, az árnyak senkit se takarnak el, ti bújtok mindig mögéje. Jelenetet azért megnézhetünk hát belőle. Persze, jó? Persze. Megnézed? Hát hogy mi? Pintán viszont. Vigyed meg. Mondtál, hogy mesélnek valamit erről a... Igen. Hogy az életkor. Az apu is úgy érezte azért ezek szerint a színpadon nem, de különben igen, hogy valaminek életkorban közeledni kell. És akkor, hogy lehet is látni a felvételen, elment, hogy befestesse a haját. Olyan, ami hát ugye azért már nem volt jelenleg. Azt szeretném. Meg a partnert mi van? Először befestették,
akkor tiszta vörös lett. Hogy itt szegénynek, akkor nem tudom, hogy hányszor kell elvennie, amíg olyan lett a hajszíne, hogy... Aztán már egy kicsit a megírozott, olyan volt, ugye, ilyen kis szöket kincsak. Folytatódott a jelenet. A mindenségét. Neked aztán tényleg jó a memóriát. De mit több? Azt is bevallom neked. Kizárólag azért nem szóltam, hogy meg ne sértsem Rappenweiler érzékenységét. Mert akkoriban én még egyáltalán nem nélkülözhettem az ő támogatását. Hát emlékezz csak vissza. Hát épp az időtájt ajánlották fel a számomra a prágai professzúrát. És nekem gyorsan kellett előre jutnom, hogy a tehetségem számára, amit te sem vitathatsz, elnyerjem a kellően tágas játékteret. Mert nem olyan nagy dolog, kedves Bernardi, valami jelentéktelen egyedi esetben korrektül, vagy ha akarod, elfű módon cselekedni. Sokkal inkább arról van szó, hogy a saját életünk rejtett eszméjét szolgáljuk. Mindig! És hűségesen. Te, Bernardi, valószínűleg az vagy, akit tisztességes embernek szokás nevezni. Hát jóval inkább vagy az, mint én. Szentimentális, minden egyes esetben. Na de, hogy nálam jobban szolgálnád egy nagy egész érdekeit, ebben már kétkedem. Tudod, mi hiányzik belőled, Bernardi? A lényeglátás. Mert nem az a fontos, hogy egyes dolgokban helyesen viselkedjünk, hanem hogy hatni tudjunk a nagy ügyekben. És az ilyen hatás lehetőségét oda dobni a tiszta lelkiismeretért, hogy valami közömbös dologban helyesen cselekedtünk, hát ez nekem nem csak kicsinyesnek tűnik, de magasabb értelemben véve erkölcstelennek is. Ahogy mondom, erkölcstelennek. Ha jól értelmezem a szavaidat, akkor valami határozott mondani valód van a számomra. Bernardi, az az ügy, amelyre most mi mindketten gondolunk, előreláthatóan további hullámokat vett majd. Jó, hát ez természetesen, de nem is sejtetted. Ahogy ez már a te szeretetre méltó, de néha nem a legszerencsésebb szokásod, a pillanat nemes felbuzdulásában nem láttál tovább az orrodnál. És így a főtisztelendő elleni fellépésed során megfeledkeztél arról a csekélységről, hogy egy keresztény államban élünk. Nem értem, hogy mi mosolyogni való van ez. Egy újabb alkalom, hogy megcsodálod a jó memóriámat. Eszembe jutott az a cikk, amit fiatalkoroddal akartál írni. Az lett volna a címe, Istenházak vagy kórházak. Ja, emlékszel? Igen, azt akartad vele elérni, hogy a rengeteg templom helyett inkább építsenek kórházakat. Igen, hát egyik a sok-sok cikknek, amit meg akartam írni, aztán mégse írtam meg. És nem is fogsz megírni soha. Hát ezt már biztosan nem. Csak hogy ma már pontosan tudom, hogy nagyon is jól megférnek egymás mellett az Istenházak meg a kórházak, mert de hagyjuk át. Nem politizálni akartam, nem igaz? Annál is inkább, mert a politikában én alig tudnálok téged követni. Magam is így látom, úgyhogy maradjunk tehát a tárgynál. Na, maradjunk. Nézd, nincs határozott javaslatom, csak éppen nem hallgathatom el előtted, hogy nagyon ellenet fordult a hangulat. Mindenütt. Még olyan körökben is, amikről nem is sejtenéd. És én nagyon szeretném, a te és az intézet érdekében, hogyha ezt a kínos ügyet végre kiiktathatnánk a közéletből. Én is nagyon szeretném. Igazán? Sokkal fontosabb dolgaim vannak, sem hogy erre még ilyen sok időt pazarjak. Te ezt most komolyan mondod? Kételkedsz benne? Hát ha éppen kíváncsi vagy rá, akkor még nincs egy órája, hogy Cipriánnal meg Böhmesteinnel azon tanakodtunk, hogy közé teszek egy nyilatkozatot, ami majd lecsillapítja az állítólag annyira feldúlt kedélyeket. Hát ez kiváló lenne, csak attól tartok, hogy az adott körülmények közt ez már nem elegendő. Ja, mit csináljak még? Hát nézd, esetleg, szóval szerintem a legcsekélyebb engedményt se tennéd. Annál kevésbé, mert legjobb tudomásom szerint eddig még semmiféle hivatalos eljárás nincs folyamatban, ha személyesen fölkeresnéd a főtisztet. Micsoda? Ez kellő hatást kelt. Hát nézd, hogyha egyszer elkövetted ezt az elővigyázatlanságot, hogy a főtisztelendőt erőszakkal megakadályozod. Erőszakkal? Jó, hát ez lehet, hogy erős kifejezés arra, hogy te ült az ajtóban, hát legalábbis így beszél. Mit beszélnek? Ez, hogy meglehetősen hevesen te ellökted őt az ajtóban. Na, de hát ez hazugság, ha csak hiszel az abamnak. Te nem lökted őt el az ajtóban? Mondjam kérlek, hát mit éppen, hogy hozzáértem. Hát. Akit erőszakról beszél, az tudatosan hazudik. Csill, Bernardi, csill! Hát tudom én, hogy kis kedves! Hát ez nem fog nekik sikerülni. Bernardi!
Hát mondom, eddig még semmiféle hivatalos följelentés nem érkezett, és amíg mindig ki akarod adni ezt a nyilatkozatot. Bocsáss meg, kedves, én valóban ki akartam adni egy ilyen nyilatkozatot, de a körülmények úgy alakultak, hogy ez lehetetlen. Most még miféle körülmények? Kényszerítőek, ez ennyire. Nem árulnál el egy kicsivel többet, és rendkívül érdekelne. Mondd, Rit. Te valóban azt jöttél ide, hogy engem kiúzál a bajból. Bernardi, ha te meg az intézet tényleg nem érdekelne, akkor csak nyugodtan meg kellene várnom, hogy megedd, amit főztél. Na de hidd már el végre, hogy sem a te érdeked, sem az intézeti nem hagy közömbösen. Szóval te azt szeretnéd, hogyha én a saját érdekemben megszabadítanálak téged egy kellemetlen interpellációtól. Szóval igen. Nézd. Itt most már nincs értelme a föntörfalazásnak, ami megtörtént, megtörtént. Nem viselkedtél abszolút korrektül a pappal szemben. Ugyan, de te nem is sejtett, hogy milyen korlátozott a hatalma. Hogy? Mennyire túlbecsülöd a hatalmat. Hm. Hát te azt hiszed, hogy neked módodban áll megakadályozott az interpellációt. De csak tőled függ, hogy megakadályozott. Így van, csak tőle, nem is tudod, hogy mennyire. Egy firmával ezelőtt a kezemben volt a lehetőség, hogy téged és engem megszabadítsalak ettől az interpellációtól. Kezed? Hogy a kezedben? A világ legegyszerűbb módján. Mert te is tudod, hogy tudod a helyre egy a megüresedett helyre egy újosztályvezető talán kell. Holnap este lesz az ülés. Na, hát a kötelezettséget vállaltam volna arra, hogy szabad az egyenlősége esetén. Nem Wengerre, hanem Hemre szavazok, akkor most minden a legnagyobb rendben lenne. Kötelezettsége? De kivel szemben? Éve vagy járt nálam, őt bízták meg azzal, hogy tárgyaljon velem. Hogy közvetítse az ajánlatukat. Ezt tényleg így gondolod? Hát, én nekem az volt a benyomásom, hogy Éve Valdot teljhatalommal ruhálták el. Ő persze tagadta. És azért még az is lehet, hogy csapdát állítottak fel. És hogy az interpelláció akkor is elhangzik, hogyha én Hellre szavazok. Ebenvad kollégánk nagyon jóban van unokafivérével, Ebenvad képviselővel, aki a klerikálisok egyik vezetője. Hát, hogyha ő akarja, akkor tényleg elmarad az interpelláció. De én azt hiszem, hogy Ebenvad, hogy úgy mondjam, komolyan tárgyal. Na és? Mit feleltél az ajánlatára? De fék. Jó, tudom, hiszen te Wengert a legjobb dermatológusnak tartod. Teljes, és éppen olyan jól tudod, mint én, hogy Hell tudományos nulla. De mikor egyenértékűek lennének is. Ebenvad a Pimasz ajánlatával egyszerűen lehetetlenné tette, hogy ne Wengerre szavazzon. Ebenvad bizonyára nem valami ügyesen adta elő az ajánlatát. Finom kifejezéseket használ. Drága Bernadi, a politikában nincs ilyen. Semmi közöm a politikához. Mindannyiunknak köze van hozzá. És azért, mert a ti úgynevezett politikátokban mindennaposak az ilyen bestelenségek. Én ezért ugye fogadjam mosolyogva, mint a világ legtermészetesebb dolgát, ezt a szégyenletes alkot. Esetleg még vegyem komolyan fontolóra, nem? Anyikám. Elszálltak az évek, Judit. Ja. Köszönöm szépen. Hát én is nagyon szépen. Megszívtál, de én is, hogy itt lettem, és hogy meghallgattatok, meghallgattatok. Köszönjük szépen a verset. Sajnos, nekem is nézzük, muszáj elmenni. Hivatalos család. Hivatalos családnak. Most már neked is fejtődik kéne a hajlatot. De mint amiben mindenki szeretetből jön, szeretetből megy. Ja, a pipát el ne ijedj. Jó, most majd el. Mindenki látta a szeretetből. Láttátok? Igen. Egyébként nem tudom, hogy észrevettétek, hogy figyeltétek, fantasztikus modern módon játszik a Miklós, hát a gesztusai, ahogy beszél, szóval annyira
tényleg itt a közelik, az nagyon leleplezik. És arról van szó, hogy ez egy színházi közvetítés, tehát nem egy tévéjátékként fölvett részt, tehát, hanem egy valódi színházi közvetítés, és itt is az eszközeiben, ahogy hallgatod, ahogy csak néz, ahogy egy pillanat, és nincs túl mozogva, nincs túl gesztikulálva, minden annyira visszafogott, annyira tanulható, szóval annyira sokszor az a jó, amikor egy valamit néz az ember, és így dolgozik rajta, és kényszerű, hogy hol vágjuk, hol nem, még egyszer megnézi az ember, amire egyébként nincs annyira lehetősége, de ilyenkor lehet ezeket a pici dolgokat leleplezni, és úgy észrevenni. Tehát nem tudom, hogy... A Miklós egy picit azért zavarba is volt egyébként a Víg Színházzal, mert ugye a Víg Színház egészen már, ő már akkor volt ugye Kecskeméten, volt Zalaegerszegen, akkor ő már megtette a maga kalandozásait, és a Víg Színház azért az mindig egy ilyen nagy belvárosi színház volt, ott a színészek mindig nagyon népszerűek voltak, és ő zavarba volt már akkor, mert ugyan a Nemzeti Színházban játszott, de ő valahol benne mindig volt egy kis tartás, hogy vajon befogadják-e őt elégni, meg ugye a fiatalok hogy játszanak, meg ő úgy érezte, hogy ott egy ilyen másfajta színházat képviselnek, a Víg Színház, az mindig egy ilyen divatosabb színház volt az áramlata, akkor ő már ugye nem a Madácsban volt, nem szerette a Nemzeti Színházat, szóval ő azzal pöröskedett magába, csak bizonyos darabokba szeretett játszani, és ott és ez az időszak egyébként, amit most néztünk, ez a 87 és 90, és mondom, ez akkor volt ugye a Sájloknak olyan nagyon nagy sikere, a Velencei Kalmárnak. És azért az egy, nem tudom, van nekünk itt egy picit olyan, úgy szeretném, hogyha volna rá, nincsen, akkor most azt nem. Csak egy pillanat, ha megint, a Víg Színházzal kapcsolatban itt a lánya, ugye, a kedves Júlia, biztos, hogy emlékszik egy sorozat, sokan mások is, a Víg Színház fennállásának centenáriuma, ugye századik évfordulója volt, 90, nem is tudom, 96-ban, igen, így van, és ott a Gábor Miklós, mint meghívott vendég, megjelent, meghatottan, őszintén, zavarva, ejtve és ejtően mesélt a Víg Színházhoz fűződő kapcsolatáról, hogy ebben a színházban sok mindenről beszélt, ahol az én drága kislányom édesanyja olyan sokáig játszott, ami a csúcspontja, és hát egyik igazán magában ragadó, fájdalmasan szép pillanata volt ennek a visszaemlékezésnek, és az egész megnyilvánulása során ez az abban érződött, ami egyszerre volt megható, és megnyugtató is. Köszönöm. De annak a lényege az volt, hogy amit ő elmondott akkor, hogy a nagymamám, tehát az apukám édesanyja ott volt a Víg Színházban nézőtéri felügyelő. És a mondandójának a lényege az volt, hogy köszönöm, hogy beszélhettem az édesanyámról. Még egy a Víg Színház. A tervünk szerint, ahogy az Edvard alakulna, van egy vendégem, aki nem színház, nem színész, de rendező, nem film, hanem rádió. Varsany Janikót szeretném bemutatni nektek. Kapsz egy pipát. Jó. Hát nem érnek vele még. Gyere. Fücsá. Anikó többször is dolgozott a Miklóssal rádióban. Miklós imádott rádiózni. Már nem kellett megtanulni a szöveget, pláne idősebb korában már az ő haragudott, hogyha túl sok szöveg volt, mondta, szeretném a jó szerepeket, amiben keveset kell megtolni.
de viszont ti a 80-as években már dolgoztatok, amikor ez még egyik pályakezdésre. Hoztam, ez 84-es. Igen. Felvétel. Hozott Anikó egy felvételt, Ottlieb Gézát csináltatok. Neked kedvenced volt. Igen. Igen. És mondj, mesélj róla. Még előzőleg annyit, hogy még korábban csináltam én egy műsort, hogy egy vers többféleképpen, ez egy sorozat volt, és keresvén az archívumban találtam egyet, amin Gábor Miklós van, és borzasztó halkan beszél, szinte suttog. És akkor találkoztunk, és mondom, hogy hát ez nekem nagyon tetszik. Na most ő nem élt ezzel a dologgal, ilyenkor kell a magas színészi elképzeléseket leleplezni. Azt mondja, én otthon csináltam ezt a felvételt, és a szomszéd szobában a feleségem ott. Szóval, hogy hihetetlen őszinte is volt, és nem fújta föl, hogy most ő akkor egy nagyot alkotott. Ez az Ottlieb darab, ez azért volt érdekes, mert bár már akkor is nagy író volt, és hát azért nagyon elismerték bizonyos körökben, a rádiónak a irodalmi osztály vezető rendezője azt mondta nekem a meghallgatása után, hogy hát én hallottam, hogy ez az Ottlieb nagy író, de ez nem győzött meg róla. És akkor gondoltam, hogy na innentől, ez nagyon jó, hogy ezt mondtam, mert innentől nem kompetens a Pali véleménye, úgyhogy teljesen örültem neki. Volt olyan, én 79-ben kerültem a rádióhoz, és hát olyan ranglétrán kellett fölfelé menni. 84-ben értünk el oda, hogy egy úgynevezett kísérleti stúdiót indítottak külön pénzből. És nem volt még sok sávos magnó. Ezt egy szalagra, egy vékony szalagra kellett meccse az összes javítással és mindennel. Na most azért is hoztam ezt, mert ebben ez az abszolút főszerepe. De hogy a következő történt az elején, elmondtuk, hogy három síkba kell neki beszélni. Ő a narrátor, ő saját maga, amikor megszólal, és vannak ilyen foszlányok az emlékeiben. Az egy harmadik sík. Hát nem mondom, hogy szimpatizált ezzel a dologgal, úgy megpróbáltuk, és vacakoltunk, és agyon instruáltam, amit nem kellett volna. És akkor dolgoztunk valamennyit, hazament, és másnap visszajött, azt mondta, van mód arra, hogy az egészet újra vegyük? Gondolkodott a dolgon, és az én sok szövegem nél többet ért, hogy ő ezen elgondolkodott. És ennek borzasztóan örültem. A darab egyébként egy Jakobi Viktor, hogy miért szeretem nagyon ezt a darabot, mert úgy érzem, hogy a világon az összes emberi problémákról beszél. A főhős egy Jakobi Péter nevű világjáró hegedű művész, aki egy nagyon jó mester. Nem zseni, csak mester. És van neki egy gyerekkori barátja, aki abszolút zseni, már tudjuk a darabban, már 2 éves korában, ha valami zajt hallott kintről, akkor így fölnyúlt a zongorához és leutánozta. És zseni volt, és 10 éves korában végigkurcolták Európán meg Amerikán. És hát nem lett belőle zongora művész. Hogy beszél erről, hogy a zseni és a mesterember. Beszél arról, hogy elmenni vagy itt maradni, hogy mit jelent az elmenőknek az anyanyelv. A nőkhöz való viszonya, a zenéhez való viszonya. Judit kiválasztott nekem egy jelenetet, amiben, tehát azért jön vissza, visszajön a szülővárosába, mert a polgármestertől egy arany díjat, egy hara, nem tudom mi, igen, aranyból. Nem hallgassuk, nem ismét. Ja, egy pillanat, azt akarja átvenni, de a koncert maga, aminél átadják, az még egy hete van, és próbál, de nem szereti a partnerét. Mászkál a városba, és meg akarja találni a volt barátját, és úgy tűnik, hogy nem tud róla semmit, éle, hale, nem találja a házat, és végül rá talál. Most ez az a jelenet, Agárdig itt ez benne, hogy minden megvan, ez a világ, amiben itt értünk, vagy én még gyerek voltam. Nagyon hasonlít egy európai ország 50-es éveire, és Agárdi Gáborral játszik, akit én rettenetesen szerettem, és soha nem hívtam komikus szerepekre. Még egy dolog van benne, egy technikai dolog, amit nem tudom, hogy fognak venni.
azt mondja a szöveg, hogy a Jakobia, hogy ott ül és nézi a barátját, egyre erősödik a fejében egy zúgás. És oda tettünk egy zúgást, és a lehallgatáskor mindig voltak ilyen közös lehallgatások a rádióban. Azt mondták, hogy mi ez? Elkezdtek felugrálni, hogy technikai hiba van. És akkor azt mondták, hogy ez nem jó, mert technikai hibának tűnik. És nem tudom, hogy csinálta meg a hangmérnök, de mondom, nem volt több sávos felvétel, kivakarta alóla. Valamilyen, nem tudom milyen módon. Na de mi legyen helyett? És akkor valamit választottunk, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik ezt. Én most, hogy újra hallgattam 30-alány év, akkor nem voltam annyira elragadtatva tőle, mint akkor. Egy kicsit, de egy idő után is itt volt a füle, de meghallgatjuk, jó? Mert nagyon izgalmas. Úgyhogy most mindenkit arra kérek, hogy mintha régen ugye ültünk a néplecsre, hallgattuk a Szabocsán meg a jó kis rádiójátékokat, amik készültek a rádióba, én legalábbis imádtam őket, a cég. Most hallgatunk egy is, de körülbelül 300-at csinál. Na, és most ebből meghallgatunk, ez 9 perc. Igen, 9 perc. Most megnézzük, hogy jó lesz a hangminőség. Egy hét múlva mégis bement a kapu alá. Két nappal voltak a hangverseny előtt. Az ügynök kétségbe volt esve. Üres lesz a terem. Hallatlan balszerencse. Hát ki megy ilyenkor koncertre? Hogy épp most kellett ennek jönnie. Minek? Mi történt? Hát az események. Milyen események? Úristen, nem olvas újságot, maestro. De igen, szoktam. Szokott, régebben. Akkor sem rendszeresen. Olvasta egyszer, hogy holnap dől el a világ sorsa. Aztán a folytatását elmulasztotta megtudni. Arra az estére tette az elnök a rádióbeszédét. Korábban kell kezdenünk valamivel, hogy idejébe hazamehessenek az emberek. Nem volt üres a terem, de alaposan foghíjas. Még sokan belógnak majd fiatalok az utolsó percre. Jakobi most látta először Fragmát. Megtaláltam a barátot. És nem tudott lekelni a nézésébe. Tegnap előtt, este felé. Bement a kapu alá, tegnap előtt este felé. Kit tetszik keresni? Semmi, csak itt lakott valaha egy barátom. Kicsoda? Mindegy. Hát hogy hívták? A barátja az úrnak. Talán tudja a nevét. Grineus Otto. Első emelet balra. Nem lehetett meghátrálni. A lakásban 3-4 idegen család is lakott, névjegyek egymás alatt. Jakobit valaki bevezette a régi gyerekszobába, vagyis inkább kinyitotta előtte az ajtót, résnyire betolta őt, aztán rácsukta az ajtót kívülről. Már erős félomály volt a szobában, de senki sem jutott villanyt. A baloldali és jobboldali nagy szárnyas ajtók el voltak torlaszolva bútorokkal. Balfelől piros mahagóni ruhás szekrénnyel, szorosan a szekrény oldalához szorítva Grineus konzul íróasztal állt. A szekrényen túl beékelve a sarokba egy bevetett rézágy. Az ágyon hárman ültek ölbetett kézzel, egy iparos külsejű férfi, egy ilyett idősebb asszony és egy fiatalabb nő, akinek jámbor, bájtalan arcáról még megközelítőleg sem lehetett leolvasni a korát. Bólintottak, bókoltak Jakobi felé és mutatták, hogy üljön le. A karosszék, amire mutattak, elferdült Jakobi súlya alatt, megindult, hogy összerodjon, de aztán egy ponton mégis megállapodott. A zongora betöltötte a szoba jó részét. S Jakobival szemben, az ablakhoz szorítva háttal, Grineus Otto merev, kellemetlen billentéssel, majdnem bántó zajjal Chopint játszott a vendégeinek. Nem nézett fel Jakobi belépésére. Vagy ha felnézett, vak pillantással újra visszamerült a tekintete a billentyűkre, de azokat sem nézte. A válla látszotta, hogy görcsösen mozog, időnként felemelte a fejét, hátra szegte a nyakát. Az ablak keletre nézett, a kertekre. A világos keretben éresen kirajzolódott a zongorázó férfi magas, domború homloka, csontos, kiúró sasorra. Ahogy szállt le a nap és sötétedett a szoba, egyre éresedett ez a sovány árnykép. Egy kopaszodó aggastyán sziluettje a fényes üvegre rajzol. Sokáig, sokáig tartott ez a zongorázás. Zúgás a fejében, bent, a nagy zaj kint,
Jakobi nem tudta elhinni, hogy nem Lidérsz nyomás ez az egész. Végre nagy sokára mindenki felállt, elnézést, a vendégek tiszteletük a kiállt. Ugye szokott nekünk játszani, tetszik tudni. Szoktam nekik játszani. Hol a villanykapcsoló? Mégsem úgy. Itt majd én... És megvan még a meleg vonzó mosolya. Na, várj csak, szólok a Dadának. Ez álma, legyen a fetés. Becsület szavamra. Ismerem a bútorokat, a képeket mind. Grineusz konzul íróasztala. A mahagóni ruhás szekré. Le kellene kuporodni a szőnyegre, megnézni közelről a mintáit. Dada, képzeld öregem a jó Dada. 70-en felül van, de jön, megy. Olyan egészséges, hál' Istenek, mint a mak. Hát, most már csak ketten maradtunk a Dadával. A jó Viki szakácsné már 10 éve, hogy meghalt. Jó Matild néni meg még előbb. De a lakás megvan. Az megvan. Pedig nehéz idők jártak. Iszol egy kis likört? Hát, proszit. Egészséges. Csak lepírjam nyerni ezt a ragacsos vacakot. Rágyújtasz? Ne, köszönöm, itt a cigó. Nem, azt nem engedem. Na, várj csak, Péter. Várj csak. Hagyd a fenébe, Otto. Gyere, ülj vissza, nincs sok idő. Nem. Hát ez meg kell annak lenni. Várj csak. Nehéz volt tartani a lakást, öregem. Ezt te nem érted. Aztán beteg is lettem egyszer. Hát megijedtünk. Rábeszéltem a Dadát, ugye, ha meghalok, hát mi lesz vele? Kiteszik a lakásból, nem vitás, se nyugdíj, se semmi. Tudod, mit csináltam? Na, látod, hogy megvan. Kaptam. Nem tudja fel. Külföldi. Rossz végén gyötri tébi. Add ide, fölbontom. Nem, hadd csak. Tudod, hogy mit csináltam? Házasságot kötöttünk. A jó Dadával, képzeld. Most megvan a biztonsága. Jövő marad a lakás. Nyugdíj jár utána. Városi tanulciskolában vagyok, zenetanár. Hiszen én... úgysem váltunk volna el egymástól. Ezt jól csináltak. Bolondát tették a nyugdíjpénzt, tehát megvan a biztonság. A lakás ugyan már csak a cserédszobából és ebből az eltorlaszolt gyerekszobából alul látszik. A többiben vadidegenek laknak. Tessék, gyújts rá. Hát ezt jól szétmarcoltam. Nem sérült meg a kezed? Nem. Dehogy. Miért? Semmi. Csak hát ezt a cigarettát alaposan elintézted, öregem, ne ezt. Csak ilyen... Soha sem voltam nagy dohányos, tudod. Te, Péter, a koncertezést nem bírtam. Tönkrementünk, a szüleim meghaltak külföldön, vidéken. Egyre kisebb helyeken kellett koncerteznem. Inkább akármi mást. Még zongora hangoló is voltam. Később minden. A koncertezést nem bírtam. Becsület szavamra. Te ezt nem érted, Péter, napról napra, városról városra ugyanazt csinálni. És még tanulnom kellett volna. Ezt úgysem érted. Nem értem. Hát én hegedülök, te hólyag. Csoda gyerek. Híres hegedűművész vagyok, ember. Mindenki csoda. Gratulálok, Péter. Híres nagy művész vagy. Öregem, ez az. Kitűnő. Még ilyet a jó Péter. Olyan őszinte volt a lelkes öröme, hogy Jakobi akaratlanul is lefegyverezve elkezdett valamit mondani egy tavaly előtti hangversenyéről. Aztán a mondat közepén elharapta a szót. Nyilvánvaló volt, hogy a barátjának erőfeszítésbe került odafigyelni. Őszintén örült a dolognak, de rögtön elfelejtette.
később sem tért vissza rá. Mintha fel sem tételezné Jakobiról, hogy a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a hegedű művészetének. Mindez nem csak félszeg, hanem kínos, bántó is volt. Rossz álom. De Otto, emlékszel arra a süketném a koldúsra, akinek jártunk a nyomában? Nem. Voltunk egyszer a szénapiac mögött, egy csúf bérházban. Nem emlékszem. De azért csak mondd! A barátja rázogatta a fejét. De ahogy Jakobi tovább kérdezgette, sőt, elmondta az egész elméletét, teljes figyelemmel hallgatta, erőfeszítés nélküli figyelemmel, még ha eleinte nem is emlékezett semmire. Látta, hogy Jakobi komolyan beszél. Végül rátukmált a barátjára a szétnyomorított cigarettáig. El a nyavajának. De csak el. Meg voltál lepve, ugye? Hogy itt találsz a lakásban. És minden megvan. Minden megvan. Minden megvan, minden a régi. Mi? El kell szánnom magam, hogy abba hagyom teljesen a dohányzást. Megint szétülök. Pedig nehéz időkön estünk át. Ezt nem tudod. Ezt nem tudod, Péter. De minden megvan. Minden a régi. Meg voltál ebbe. Mi? Öreg. Meg. Besület szavamra. Erősödött a nyomás a fejében. Az utcán egy pillanatra megtántorodott. Másnap fel sem kelt, csak késő délután. Járt egyet, helyet hozott fel a szobájába, visszafeküdt. Hajnalban ébredt, mély álomból. Fél hat volt. Alig értette, mi történt vele. Leszakadt róla minden teher. Semmit nem érzett. Lefoszlott róla kézzel foghatóan minden nyomás, bénaság, rossz üresség. Tiszta, könnyű, jó üresség volt benne. Mint az ablakban a tiszta, könnyű, beíratlan, készülődő virradat. Mondanál még valamit, vagy? Egy valamit akartam mondani, és pont poénosan hangzik. Szóval itt a dramaturgiai kísérlet az volt, ugye ez a három síkban, hogy a narrátor egyes szám harmadik személyben beszél Jakobi Péterről. Ő maga egyes szám első személyben beszél. Amikor megszólal, akkor ő egyes szám első személyben beszél. De az emlékképe, azok ott nincsen, az igéket kiirtottuk. Hogy ne zavarod. Nem olyan egyszerű dolog a dramatizálás, hogy amit a narrátor elmond harmadik személyben, azt fogjuk és átrakjuk az első személybe. Én egy kollégámtól hallottam, állítólag egy Lee Cook nevű angol szerzőtől származik a mondás, hogy ugye szemlélet kérdése, hogy a pusztán átrakom az nem jó. Az volt egy olyan mondata egy regény végén, hogy gyorsan távolodtunk, a végén már csak kis pontnak látszottunk. Ez nem megy. És akkor találtuk ki, hogy sosem mond még ebben. Hát mi nem hallottunk előtte segéd vezetőnek. Na mindegy. Meg hát bejönnek hangok, amik az elején már szerepeltek, persze. Hát azért ez sokkal hosszabb. Ebből most mi kivettünk, kétszer 10 percet vettünk ki, de aztán most egy 10 perc lett belőle. A másik az egész egy 60 perc. A másik a 64 perc. A másik az anyanyelvről szólt, hogy megérkezik, és kavarog a feje, és hülyeségeket beszél, mert hogy használni akarja a szavakat. De nyilvánvalóan, ahogy mondtad, hogy azt mondta Miklós, hogy vegyük föl újra, tehát akkor, mikor ő elvonult már a szöveggel jobban, igen, és amikor már meghaladta a te
instrukcióidat, meg hogy mit szeretnél, és akkor utána ezen úgy elgondolkodott, és akkor gondolkodott azon, hogy ő hogy oldja ezt majd meg, és azért kérte azt, hogy vegyétek föl újra. Tehát az, hogy ő nyilván partner volt abban, és biztos nagyon tetszett neki az, hogy hiszen az a pályád elején volt még azért, hogy itt te valami kísérletezel, és ő maga egy kísérletező volt, tehát partnere volt ebben. Hát ez már nincs, ez megszűnt, rágyójáték megszűnt. Egyébként ő a betegsége idején, nekem volt egy, akkor még nem nagyon lehetett kapni itthon, nekem volt egy ilyen picike magnóm, és akkor azt a kórházba bevittem, ami ilyen egész picike volt, és arra kezdett el verseket mondani. És arra úgy belejött, hogy Walkmannek hívták, de az még fémből volt, még egy ilyen, én kaptam külföldről, és azzal dolgozgatott. És ennek a hatására, hogy elkezdett folyton így mondani, később, mikor már beteg volt, akkor a rádióból kapott egy magnót, és elkezdte Babicsolt, Kosztolányit mondogatni. Ő nem szeretett egyébként, de ő foglalkozott a verssel. És hogy mit, hogy. És aztán, amikor a Pótrofilmet csináltam róla, és a Babics esti kérdését szerette volna, mert neki az mindig egy volt, az esti kérdés, ő kiválasztotta abból a 62 felvételből, meghallgatta, és azt mondta, hogy csak ezt az egyet vállalja, ami technikailag nem volt olyan tökéletes, de a Portréfilmben az kerülhetett csak be, mert ő azt mondta, hogy ott mondta úgy, ahogy ő elképzelte. Tehát ez a hajnali részegségével volt ez a, hogy otthon. Hát azzal, hát az igen, meg a Babicssal az esti kérdés, ez többször. Szóval nagyon jól lehetett vele dolgozni. Köszönöm szépen. Bocsánat, ez a hangjáték még ott Géza életében készült? Persze. És meghallgatta? Meghallgatta, de remegedett be. Elmentünk az Attila útra, és be kell a férjemmel, azt hiszem, hogy ő ment el. Be kellett csúsztatni az ajtó alá. Mi ablakot? A kis ablakot egy ilyen ekkorát, azon kellett beadni a kazettát. Bocsánat, mi a mű pontos címe, elnézést? Minden megvan. Ja, igen. Ez egy elbeszélés. Köszönöm szépen, és most egy szünet lenne, egy kevés szünet, jó? Thank you.